Sziasztok, én Zsozi atya vagyok, és ez pedig a Dead Island Reptide című játékból lesz egy rész, illetve egy karika. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lészen véle. Amit tudok a játékról, hogy zombis, és én rajongok a zombis játékokért, ha nem csap át horrorba. De nézzük is a karaktereket. Logan! Ó, Purna! Micsoda, csoki csajszi! Logan egy ilyen tetovált fickó, kakastaréja nem annyira. Ó, nem akarom. No. Szóval, Purna, azt az erbetűt kivennénk, micsoda csoki csajszi. Nagyon-nagyon sejmes gyöngyház fényezéssel rendelkezik, látjuk a bal vállán megtörik a fény. Xian. Ó, Sambi, hát nem tudom, hogy vagytok vele, de ez a nyakban ez a fuchs, meg karóra, meg minden zombi apokalipszis idején, hát nem tudom, hogy mennyire van rá szükség, de azért biztos kell felvágni a zombiknak, hogy oda néz, milyen lecsó gyerek vagyok, bazd meg betűvel a nyakamba. Na mindegy. Ó! Itt van John, a Freddy Krueger fiatalkorában enyhén fideszes kisugárzású pólóban. Nem tudom, hogy ez a politikai hovatartozását szerette volna jelezni, de nem hiszem minden esetre. A fiatal Freddy Krueger... Hát érdekes, érdekes. Azonban én arra gondoltam, hogy a Purna az én hozzám legközelebb álló személyiség, mert Déger csaj, azt Purna a neve. Érted? Purna? Minden nap csak... Na, a folytatást rátok bízom, a rímelő szó kiegészítés. Ó, kombat, meg minden. Hát nem tudom, mi legyen. Legyen kombat, mert a mortális az szerintem... Hát legyen. Most nem tudom, hogy vagytok vele a dialógok, intrók és ezek az átvezetőket, én most elnyomom, mert a videók elég sok, illetve több mint felét, háromnegyedét elviszik, és hogy maradjon élmény a játékból, ezért most elnyomom ezeket. Szió fog a hón alatt, meglátjuk hogyan, milyen kecsöpös a fal, meg minden. Lezgít öcsémet ezerrel. Pirosat vágd el, Dr. Senkiházi a grúból, balról, megoperál valakit. Nagyon fájt neki a lábája. Na, térjünk azt magunkhoz. A földön ébredtem, mert kibaszott másnapos a Purna. Nem kéne ennyit inni. Hát remélem nem csap át horrorjátékban, mert én a horrorjátékoktól hamar lefosom a bokámat, gyerekek. Inkább csak a zombi hentelős, ilyen funolós rész. Van itt minden erősítő, deck, aszta. Lehet csapatni a bulit. Becsöngettek. Becsöngettek. Kinyílt az ajtó. Na, mi van ott? Fővettük a kábelt, leadjuk majd a rezet, leégetjük róla egy burkolatot. Hú, ezek a hangok nem annyira tetszenek, srácok. Remélem, hogy tényleg nem a horror végéről fogja meg a dolgokat. Most induljunk meg akkor. Azt a... Ne idegesítsetek már föl, hát már most kiugrott a hajam. Mi van ott? Ketchup. Ott a ketchup. Meg minden. Egyes ajtó nyíj ki. Azt hallod, egy zombit nem láttam még, de már az idegeimet szétcincálta. Ne idegeljetek már föl. Micsoda gőzfelő, valaki telefingott a szobát, vagy mi a tököm ez. Csupa ketchup. Pörgessünk szerencsekereket. Vagy ne. Vagy de. 3000 év magánhangzót vásárolok. Hát oda nem megyek be. Ide be kell? Muszáj? Ja, hogy van ilyen lámpánk. Aha. Hát nem érzem ettől sokkal biztonságosabbnak a helyzetet. Oh my god. Oh my god. Mögöttem nincs senki, jó van. Ridjünk. Ó,
is pörgetünk egy magánhangzót, vagy nem, de pörgessed Purna. Bastard. Mindjárt fölhívok egy nyilas Tibit a TV2-n, egy ilyen pénzenergiát küldjön. Micsoda vér a földön. Van itt Satú, meg Esztergályos, a ceckó. Hát gyerekek, mi lesz így velünk? Ne idegesítsem ezzel a nyekergéssel, hát. Azt a kurva éves. Ja. Ez mi ez? What the fuck? Ne haragudjatok, hogy így kitör néha belőlem az ocsmány beszéd, de egyszerűen hát komolyan mondom. Itt őszülök meg. Lángolt kolbász. Grillezni már tudunk. Végig nyargalunk. Nem is tudom, minek örülnék, hogy lássak ez zombit vagy ne. Kicsit kétségbe vagyok esve ez miatt. Fölmászunk a piros létrán és megnyomjuk a villogó cuccot mellette. Ez is megvan, még sincs öste. Ó, az kell, az kell. Nehogy itten megsérüljünk. Ó! Ne ordíts! Farkas üvöltő hideg sincs itt most. Ó, itt az első jelentkező Kovács Lajos, mosógépszerelő. Nesze, Jóska gyerek. Nesze. Ú, van ott még kettő? Nyughassá te is. Szégyed magad. Ó, hát ez milyen izé gyors reagálású volt. Eddig ott hever. Nyughassál, pihenj nyugodtan, nem azdulj. Reméljük nem jön több. Hú, van nála Della. Biztos nagy hasznát veszem itt a zombi apokalipszis. Belugunk a sarki CBA-ba. És veszünk egy 20 deka parizert. Na de haladjunk tovább. Csak ne legyetek sokan itt gyerekek, léci. Uzsizik. Jó itt vágyott. Szégyed magad. Nézzünk szét, hogy mi lesz most. Az köl, köl nekünk a heal gyereke. Persze, te is keljél fel. Hogy visít. Mintha a fogát húznák a gyereknek. Minden rendben, papi? Úgy látom, szüksége lenne egy kis vízin szemcsepre. Nem állsz jól. Az mit csinál ott? Elhagyott az asszony! Két napja iszok! Teljesen depresszióban van esve, az veri a fejét az ajtóba. De hát, bocsássuk meg neki, hogy nem tudja alakítani a szerepét. Azt gondolom, vigyünk egy ilyen házi páleszt, egy ilyen vegyi gyümit betolunk arcba. Na, hát induljunk meg azt akkor. Gyere ide, Jóska! Mi a baj, mondd el! Nem szégyeled magad? Ú, kim volt a zuzája neki, rendesen. Persze, nem jössz ide, hülye vagy? Kész, vagy mi, körülnézek lent, hogy találok-e valamit. Ó, mi az? Ó! Hát egy szolfés tanári kellék, gyerekek, én leszek itt a szolfés tanár. A Dorémi! Ezzel fogok izé vezényelni. Ha valaki ront, akkor vége a dalnak, gyerekek. Megint szolfés tanárkodunk. Gyere ide, Lajos! Mi van? Ezt így? És a zombi el se esett? És ez így jó? Ne idegesítsetek, hol vagy, rohagyd meg! Gyere ide, nézd meg! Hol a füzeted? Hozd ki a füzet, nesze! Te is C-durba mondtam, nem? Tavasz iszél? A vizet áraszt, nem jó! Elrontottad, Kánon! Véged! Violinkulcs! Hónajszőrzet! Ja, már nem kell ütni jólom.
Na, menjünk tovább. Hú, találtunk egy félcolos csövet, öcsém. Na, ne zenéljetek nekem ennyire. Ezt hagyjátok abba. Szóljatok a zenekarnak. Elég. Biztos itt izé lesz. Nokedlizás, ha ilyen muzsika szó van. Kellett nekem szolpéskodni. Ne kelljé föl, tese. Kopasz nyakú csirke. Maradj aludva. De, ott van. Jaj, mozog! Te is ott maradsz, remélem. De zsíros vagy, Jóska. Gyere ide, neked is kim van az uzád. Öcsém, ott van belsőség. Mi ez? Hát mi vagy te? Hát el kell szaladnom, gyerekek, hogy híleljem magam, az az igazság. Megfutamodok. Timo W. Csukd be az ajtót. Gyorsan. Beszúrtuk a herkát. Azta, hogy megindult, mint a cunami öcsém. Nyugodjál le! Nyugodjál le! Én mondom. Persze, Dáridó, Lagzilajcsi. Mi az a testszerkezet, gyerekek? Ez kicsit furcsán néz ki. Nyugodj már le. Ó, még belassítja. Micsoda kombó, srácok. Na és most merre? Ugodjál meg, te is főnekeljé. Ez a zene szó abba maradhatna már. Igen, ébresztő, keljél fel. Nyughassál. C-durba mondtam. Ú, találtunk lóvét. Papa, veled minden rendben? Jó, ma maradjál csak. Ó! Ú, de sápat vagy, valami nincs rendben, szegény. Ígyunk egy páleszt. Na? Merre? Menjünk arra. Szólt a kobra, menjél jobbra. Ébresztő, jó reggelt. Nyugodjál le, te is. Nyugodjál le! A konyhában főzünk egy rántottát, világít a tűzhely. Maradjál. És föl kell ez is. Hát nem igaz, hogy nem bírjátok ki, anélkül, hogy ne kelnétek fő. Ú, de vörös a szemed, Jóska, neked is be kéne egy kis vizén kolbász. Mi villogott pirosan? Csupa horror. Gyerekek, csupa horror van. A nevelőpálcán már agyvelő darabos. Na mi ez? Mi ez a zaj? Ne, ne! Ne idegeljetek fel! Menjünk akkor. Ó, elfolyt a magzat víz, gyerekek, valakinél, nem kicsit. Remélem nem jönnek sokan. Ó, persze, rásoljatok meg, rohanjatok, mik vagytok ti? Ó, ó! Én is ezt mondom, hogy au. Nyugodjál le! Te is! Aszta! Ez leultizott, gec! Na jó van, most már gyere ide. Nem szégyellette magad? Hm? Egy gyomros, egy izé, saller, parasztlángos. Persze, te is éljél még. Na, gyere ide. Közben az energiára is figyelni kell, hogy nehogy izé legyen. Elfogjon itt a dolog. Mert akkor sírás lesz a vége neki. Haladjunk akkor. Ó, hogy lebegott a pali. Félcolos csővel adunk, golyós csappal a végén adunk a népnek, öcsém. Gyere ide! Kvacá! Nem tudom, egy-két ilyen mónikasos jelenet ugrik be egy pillanatra. Mititéti. A szekrényben van egy... Ó, ihetes procit, kiszereljük, öcsém. Hát ez hihetetlen, nagyszerű. Nagyszerű. Ömlik a víz. Itt is. Van itt minden, mint a búcsúba.
közben nyomunk egy ampullát. Gyerünk, Lali! Hát ez nem kompatibilis, azért nem engedi kiszedni biztos azt a procit, vagy nem tudom. Mindegy, menjünk tovább. Te meg itt sunyogsz egyedül? Hát nem szégyellette magad? Hol a teamwork? Te senki házi. Na, vegyük ki onnan is. Onnan ez kompatibilis, megengedte. Megszedtük magunkat, gyerekek. Tele vagyunk, mint a déli busz. Fölhívom anyut, nem hívom föl mégse. Hát komolyan húgyoznom kell ettől a sok csobogástól. Na mindegy. Na mi van itt, gyerekek? Oh no, nem akarok boxert. Add vissza a nevelő szolfés pálcámat. Nem lehet? Ó! Repair meg minden! Gyorsan itt terem egy izé nekünk, egy ilyen lakatos, és megjavítja a pajszerünket. Elmegyünk is tovább. Ó, ott van valaki. Hello. Jó napot. Minden rendben itt? Gyere már ide, hagyd nézzelek meg közelebbről. Gyacá! Persze, ketten, egyből. Te hol, hogy kerültél ide? Magyarázzál meg. Ó, te mit csinálsz? Le akart smárolni, legalább egy tiktakot bekaphattál volna előtte, te. Modortalan fráter! Azt meglékeltük. Na és most? Ne ordíjál. Óska gyerek. Az a víz textúra kicsit érdekes, na mindegy. Ott jön még egy. Szedd össze magad te is, nem szégyeled magad? Védtelen nőkre támadsz, bokáig érő vízbe. Reméljük nincs több. Nincs több? Van? Nincs több. De valaki nagyon visít oda bent, biztos lesznek százan. Már fázik a lábam. Micsoda rímek, gyerekek. Bocs, hát nem tudom, ezek így előtörnek. Na vonuljunk akkor. Ó, itt nagy a buli. Ó, de sunyi! De sunyi a gyerek! Ki akart ugrani bokorból? Nagyon aljas. Ott izé passzívozott, mint Démon. Adjál neki, ez az. Üssed már. Ja, már nem kell. Hát ez a pajszer már kicsit izé. Ó, szegény, nézd meg, itt áll egyedül. Gondolkodik az élet nagy dolgain. Adjunk neki egy kokit. Hát, kicsit bibis a háta, nem segített a kozmodiszki gyerekek. Most, srácok, ennyi volt az első rész. Köszönöm, hogy végignézted, köszönöm, hogy velem voltál. És ha tetszett a videó, kérlek, lájkold, illetve ha szeretnéd, hogy legyen folytatás, akkor is esetleg hozzászólásban elmondhatod véleményed. Én köszönöm a figyelmet, Zsozi atya voltam. Szevasztok! Szevasztok!